Koncsik Csaba egy sajnálatos munkahelyi balesetben mindkét karját elveszítette. Csabának műkezekre van szüksége. A megfelelő minőségű művégtagok darabjának ára körülbelül 4-5 millió forint, amely összegből a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által adott támogatás a műkezek árának 70-80%-a. A fennmaradó támogatás összegyűjtése érdekében a múlt hétvégén Mága Zoltán hegedű művész és zenekara jótékonysági koncertet adott Üllőn. Az üllői római katolikus templomnál ágyúlövések jelezték a jótékonysági esemény kezdetét. A koncert egyik érdekessége az volt, hogy az üllői polgármester és a hegedű művész több évre visszatekintő jó együttműködése miatt Mága Zoltán első szóra elfogadta a karitatív tevékenységre szóló meghívást. A másik különlegesség pedig az volt, hogy a templomba nem beférők számára televíziónk a templom udvarkertjében kivetítőn, ültetett helyeken tette lehetővé a koncert megtekintését. Tehát bátor összefogásra és cselekedetre van szükség ma is, jelen pillanatban, Koncsik Csaba polgártársunk megsegítésére vállalkozunk itt mindannyian. Koncsik Csaba itt van kedves családjával körülben, ülői lakos, sajnos egy munkahelyi balesetben mindkét karját elveszítette. Csabának műkezekre van szüksége, melyek biztosításával a normális életvitel mellett a munkavilágában is vissza tud térni. A megfelelő minőségű művégtagok ára 4-5 millió forint per darab, amelyből az összegből a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK által biztosított támogatás a műkezek árának körülbelül 70-80%-át teszi ki. A műkezek megvásárlására szükséges önerő legalább 2-3 millió forint, mely igen magas összeg, ezért a lelkünk arra indított bennünket, hogy mindent megtegyünk segítségnyújtás érdekében. Szeretném köszönetemet kifejezni Kovács Kornél plébános úrnak, aki sajnos nem lehet jelen pillanatban velünk, hiszen ő mentén is tart szolgálatot. Az ülői katolikus közösségnek, hogy a mai alkalom az a leginkább élő helyszínt a templomunkat biztosította számunkra. Köszönetemet fejezem ki azon vállalkozások felé, akiket a levélben megkerestünk, levelünkben, és támogatást nyújtottak már a felhívásunkra. Köszönetemet fejezem ki ülő polgárainak is, hogy az önkormányzat felhívására anyagi áldozatot hozva hozzájárulnak Csaba életminőségének javításához. A helyszínen megtudtuk, hogy a 100 templomi koncertsorozat lényege a hátrányos helyzetű emberek támogatása. A koncertek keretében eddig több 100 millió forint értékben sikerült adományokat gyűjteni. Az ágyúdőrenések után megjelenő Mága Zoltánt felállva, tapsolva köszöntötték az üllői római katolikus templomban. Nagyon örülök, és igazán boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy itt állhatok önök előtt. Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni önöknek, hogy eljöttek, jelenlétükkel megtiszteltek, és hozzájárultak a jótékonysági koncertünk megrendezéséhez. Bizonyára hallhattak róla, hogy a 100 templomi jótékonysági koncert sorozatunkat immáron második alkalommal indított a útjára, elsősorban azért, hogy segítsünk a hátrányos helyzetben élő embertársainkon. Hála az Istennek, a magyar kormányunk és a magyar emberek segítségével, támogatásával az elmúlt időszakban több 100 millió forint értékben sikerült támogatnunk a bajba jutott embertársainkat hazánkban és határon túl egyaránt. Segítettünk beteg gyermekeknek, kórházaknak, tehetséges gyermekeknek, iskolásoknak, szépkorúaknak, de nagyon sokszor templomok felújításáért is megszólalt a hegedűnk. Mága Zoltán hegedű művész nagy sikerű koncertet adott a Koncsik Csaba javára gyűjtött adománygyűjtő rendezvény keretében. A helyszínen 500 000 forint adomány gyűjt össze, ezért pedig Üllőváros önkormányzata köszönetét fejezte ki. A művésznek, a budapesti primárius szimfonikus zenekar tagjainak, Tegyei Zoltánnak a templomi orgonán történő zenei közreműködésért, valamint Földes Istvánnak, a Kárpát-medencében élő magyarok közhasznú alapítványa elnökének, az esemény megszervezésében végzett munkájáért, valamint a Páldi Hagyományőrző Egyesületnek az általuk biztosított történelmi hagyományőrző huszárok közreműködésért.
Mága Zoltán a jótékonysági koncerten felül a 2020 évi újévi koncertjének bevételéből 250 ezer forintot ajánlott fel Koncsik Csaba részére. Az Üllői önkormányzat köszönetét fejezte ki mindazoknak, aki a koncerten szolidaritásukat fejezték ki Koncsik Csaba felé, és mindazoknak, akik támogatták Csaba életkörülményének javítását célzó kezdeményezést. A meghirdetett számlaszámok október 10-ig élnek, adományaikat a következő módokon tudják eljuttatni. Pénzforgalmi számlaszám Üllőváros önkormányzati letéti számla, bankszámlaszáma 117 42 056, kötőjel 153 92 141, kötőjel 065 30 000. OTP Bank NRT. Kérjük, hogy a közleményben tüntessék fel adomány Koncsik Csaba részére. Pénzbeli felajánlásaikat a gyűjtést követően átadják a munkahelyi balesetkáros útjának.